A közel 7000 lelket számláló bátaszék tájak és kultúrák találkozásának színtere. Mindez meghatározza a település mindennapjait, hiszen az itt élő is ide betelepült népcsoportok szokásrendje sokszínűvé és értékek szokások iránt elfogadóvá és befogadóvá tette a népességet. Valamikor ez egy sárközi magyar település volt, aztán nagyon jelentős szerb kultúra alakult itt ki, utána jöttek a németek, majd a II. Világháború után pedig a történelmi tragédiáinknak az átrendeződése következtében egy sok nemzetiségű, sok gyökerű településé alakult át Bátaszék, hiszen itt ugye a magyarság mellett egy nagyon jelentős felvidéki magyarság betelepített bukovinai székely magyarság, és ugye a megmaradt németség él együtt, és ennek nagyon szép emlékein azt gondolom az a tájház, amely ezeknek a népcsoportoknak a kultúráját, a tárgyi emlékeit tudja bemutatni és prezentálni. Ez arra is alkalmas, hogy ezek a népcsoportok megmutassák a gyökereiket, felmutassák a ma élő fiatalok számára, hogy melyek azok a tradíciók, azok az értékek, amelyek mentén ezek a népcsoportok a maguk identitását megélik, akár a mai nap is, tánccsoportjaikban, énekkarjaikban és a különböző művészeti területeken. Az épített környezetét tekintve minden kétséget kizáróan a város legismertebb és legnagyobb értéke a katolikus templom, mely Magyarország 10. legmagasabb építménye. De nem csak ezt teszi a legek közé, hanem az a kifinomult, nagyon szép neogótika, amelyben a templom épült, és az a tiszta művészeti stílus, amely megmutatkozik. Hiszen, ezt mindig el szoktam mondani a vezetésnél, és hogy ebbe a templomba, a lebontott régi barokk templomból még egy kis kancsócskát sem hoztak át, hanem itt azért látjuk ilyen szépnek és harmonikusnak, mert itt minden a templom stílusában készült. De nyugodtan mondhatnám ehhez hozzá a templom környezetében lévő értékeket, ilyen az első ciszterci magyar ciszterci monostornak a rommaradványa, a romkertünk, amely szintén élővé válik, hiszen a templomi liturgiáknak a részeként bekapcsolódik a liturgiákba, és hát a Gézanap, mint szintén szellemi örökség, bátaszéki szellemi örökség, a gézanapi koronázás is ide kapcsolódik, hiszen II. Géza király volt, aki alapította ezt a monostort, nem véletlen, hogy az ő nevéhez kapcsolódó esemény, ugye a királykoronázás is ide lokalizálódik. Bátaszéken nem csak a templom miatt érdemes megállni. A várost áthatja egy barokkos hangulat, melynek egyik példája az Orbán kápolna és a mellette lévő évszázados fa, mely 2016-ban az Európai Évfája díj fődíjasa lett. Az egész ország közvéleményét is egy picit, sőt, Európa közvéleményét is egy picit ide, Dél-Tolnára irányította az Orbán kápolna mellett található ősi molyhos tölgy, amelyről ugye szoktam mondani, hogy valószínű, hogy még törököt is látott. És én azt hiszem, hogy igen, tehát ebben valóban a kultúra mellett, hiszen ez a molyhos tölgy, ez nem csak mint egy természetvédelmi érdekesség, hanem mint egy barokk műemléknek a védelmező, hiszen a kápolna védte a fát, a fa védte a kápolnát, tehát ezek ilyen szimbiózisban élnek itt Bátaszék fölött, és valóban nagyon szépen mutatja, hogy kultúrák, stílusok, vallás, természetvédelem hogyan él meg nagyon szépen egymás mellett, és erősíti egymást. Bátaszék különlegessége, hogy mint találkozási pont és csomópont működött a közlekedésben is. Ennek emléke a vasútállomás. 1890-es években épült, akkor, amikor a monarchia a gazdasági csúcsponton volt. Bátaszék ekkorra, erre az időszakra az ország egyik legfontosabb gazdasági és kereskedelmi és közlekedési központjává vált, hiszen itt 4 vasútvonal érintkezett és találkozott. Nem véletlen az, hogy a monarchia egyik legszebb építészeti vasútállomása, építészeti öröksége itt Bátaszéken található. Ehhez hasonló a közelben, ugye Pécset esetleg Szabadkán lehet csak ehhez hasonló kaliberben hasonló építményt látni.
Az értékek és örökségek védelme, ápolása és továbbadása a mai élő nemzedékek egyik legfontosabb feladata. Ahhoz, hogy ezt megvédeni, továbbadni tudjuk, ahhoz ezeket, főleg az épített örökséget karban kell tartani. Tehát ezt mindenképpen ketté választanám. Tehát az épített örökséget úgy tudjuk továbbadni a jövendő számára, hogyha ezt megbecsüljük, megőrizzük, karban tartjuk, jó állapotban megőrizzük. A szellemi örökség az egy más téma. Igen, tehát ez az, amely nagyon emberfüggő, hiszen jelen pillanatban én úgy látom, hogy van Bátaszéknek egy olyan értelmiségi rétege, amely ezt fontosnak tartja, akár minden népcsoportnál megvan ez az értelmiségi réteg, amely fontosnak tartja, hogy a saját hagyományait ezt átörökítse és átadja. Én nagyon bízom abban, tehát azért mondom, hogy ez nagyon személyfüggő, én nagyon bízom abban, hogy kitermelődik egy olyan következő generáció is, aki ezt szintén fontosnak tartja, és majd a következő generációnak is továbbadja. Ez ezen múlik.